Köszöntöm Önöket, ez itt a Női Szakasz, mai vendégem pedig Kupa Júlia. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia. Nem véletlen a név azonosság, hiszen volt pénzügyminiszterünk lánya ül itt velem szemben, de politikai témákat most kerüljük, teljesen más témákkal fogunk foglalkozni. Úgy tudom, hogy te francia-magyar szakon végeztél az ELTE-n. Ehhez képest most teljesen más dolgokat csinálsz, és nagyon izgalmas, nagyon érdekes dolgokat, de azért egy kicsit még maradjunk itt ennél a francia-magyar szaknál, miért mentél oda, és tervben van-e még, hogy ezzel majd foglalkozz, vagy ez teljesen eltűnt az életedből? Hát alapvetően én a tanár akartam lenni, és akkor így volt lehetőség arra, hogy matek tanár legyek, vagy magyar tanár, vagy biológia, ezek voltak így a fejemben ilyen 11-12-ben, és aztán végül is így a magyar mellett döntöttem. A francia az így mindig fix volt, az valamiért ilyen szerelmem volt már így a francia nyelv, így 9-től. Tanultál már általánosban is? Nem, csak 9-től, tehát így gimi kezdetétől. És akkor így jött igazából, aztán utána így szépen az évek folyamán rájöttem, hogy így nem egy ilyen keretrendszerben képzelem el magam, hogy így az iskola rendszerben. Mert hogy így mindig az volt bennem, hogy valahogy így segíteni másoknak, vagy adni valamit a világnak, ami valami nagyon szuper és nagyon jó, és akkor eredetileg így azt gondoltam, hogy ez majd a tanárság lesz, hogy a diákoknak így elmondom a dolgokat, és azt már értem, hogy így nem ezek a keretek, ezek túl szűkek nekem. És akkor így, igen, és akkor végül is a magyar modul, tehát a magyar tanári modult, ezt nem is végeztem el. Tehát, hogy így elkezdtem, de aztán úgy döntöttem, hogy nem. És akkor igazából így a magyar szakon megjött az, hogy elkezdtem írni, ez volt így a hozadéka, tehát hogy így folyamatosan igazából így mentem azután, ami éppen így érdekelt, így aktuálisan. És miket írtál? Tehát, hát alapvetően először rövid prózákat, igen, rövid prózákat kezdtem el írni, vagy hát nyilván még így gimi végén ilyen verseket, de hát ezt inkább felejtsük el. és akkor utána elkezdtem írni rövid prózákat, és akkor azt publikáltam is itt több helyen, tehát hogy... És azt hogy érted el, hogy ezt adják is ki? Tehát, hogy elkezdtél így kiadókhoz járni? Vagy hát tudom, igazából hogy, olyan, tehát hogy novellás kötetem nincsen azóta nincs, sem, mert hogy így nem raktam össze még. Jelentek meg ezek az írások? De hát ilyen a Kaligram folyóiratban jelentek meg, a Műút folyóiratban, ugye Miskolcon, az Új Dunatájban, most ezekre emlékszem így hirtelen, és hát igen, úgy nézett ki, hogy így megírtam, és akkor hát így a barátaim meg a alkotótársaim unszolására így elkezdtem küldözgetni mindenfelé, és akkor így általában, amit elküldtem, az általában meg is jelent így valahol, tehát hogy... És akkor ez még az egyetem éveid alatt történt. Igen. És aztán akkor elvégezted a francia szakot, azt akkor elvégezted, igen, ugye? Igen, a magyar-francia szakot elvégeztem, és akkor utána voltam egy évet Franciaországban, tehát hogy ez ilyen tök úgy fejeztem be a magyar mesterképzést, hogy a magyar irodalom mesterképzést ugye így Franciaországban csináltam meg végül is. Milyen érdekes, nem? Érdekes vagy. És akkor utána meg a francia nyelvvel kezdtem el dolgozni igazából, mert hogy egy multinacionális vállalatnál francia ügyfeleket kontaktáltam, tehát hogy így ez az ilyen valamiből pénzt kell keresni, és közben még a nyelvet is gyakorlom kb. De hogy így már így ott is folyamatosan gondolkodtam, hogy mit lehetne csinálni, ami valamilyen világ megváltó. És akkor így ott szemben találkoztam a Hősök Tere projekttel. Igen, arról már beszéltünk is ebben a műsorban, volt is itt az alapító tagja. Igen, meg a György is. Igen, a György is volt itt. Úgyhogy azt úgy képbe vagyunk, meg remélem, hogy a nézők is. És akkor te ott elkezdtél velük így, te is a projektekbe bekapcsolódtál? Hát nem, ott úgy nézett ki, hogy ugye én elkezdtem a Slam Poetry-t, amit nem tudom, hogy mennyire tudják a nézők, hogy szerintem ez micsoda. Szerintem nem tudják, én szeretnék is veled erről beszélni. Akkor, tehát először a Slam Poetry-t kezdted. Igen, akkor igen, beszéljünk igen. Erről, hogy ez egy kicsit, hogy ez mi. Én már nagyjából képbe vagyok, mert utána néztem, de mondd el, szíves, hogy akkor ez miről van szó. És aztán majd egy bejátszást erről adunk a nézőknek, hogy lássák is. Jó. A Slam Poetry az igazából úgy néz ki, hogy egy ilyen 3 perc, 15 másodperced van egy színpadon, és bármit mondhatsz. És igazából mindenkinek más jelent nyilván ez a műfaj, de nekem az a lényege, hogy így kiállsz, magadért meg kiállsz a gondolataidért, és valamit átadsz, ami éppen neked fontos aktuálisan. És ez az is fontos, hogy aktualitása van mindig a Slam Poetry-nek, meg az is fontos, hogy tényleg így te írd meg, az egy kritérium a műfajban, és előadod egy embereknek, tehát hogy már mindig úgy írod meg, igazából ez különbözik, tehát ugye különbözik attól, hogy amiket megjelennek ilyen szövegek folyóiratokban, hogy fogalmat sincs ki fogja olvasni, de hogy itt meg általában egy aktuális közönségnek, vagy több aktuális közönségnek adod elő
És ezek mindig vannak ilyen estek? És akkor ez úgy néz ki, hogy havi szinten rendeznek. Ez egy verseny műfaj, tehát hogy ki általában kiállnak ilyen 25-en kb. És akkor egymással versenyeznek egymás után. És a zsűriből kiválasztott közönség pontozza őket, tehát hogy abszolút ilyen demokratikus műfaj. És akkor hát nyilván nem annyira egyszerű pontozni ilyen szubjektív szövegeket, de azért így általában kijönnek azok, hogy tényleg azt kap a legtöbb pontot, aki úgy kb. A legjobb volt. Aha. És hát én nem a legeslegjobb, de hogy így azért így súlyozva, így viszonylag jól vannak ezek a dolgok. És akkor úgy néz ki, igen, hogy havi szinten rendeznek ilyen eseményeket, és igazából több féle, tehát most már ez így nagyon elterjedt az egész országban, van a Slam Poetry Budapest, de vagy így most már a Slam Poetry Magyarország is így teljesen. Uh-huh. És te eljutottál döntőig is, ugye, meg többször is, ha jól tudom, vagy nem tudom, mondd, légy, és milyen eredményeket értél el ebben a műfajban? Igen, ez úgy néz ki, hogy ugye folyamatosan vannak havi klubok, ahol így havi versenyek vannak, és akkor most már, most tök hülye vagyok, de nem tudom, szerintem az negyedik Slam Poetry, vagy nem ötödik, most volt az ötödik Slam Poetry országos bajnokság, ami meg úgy néz ki, hogy 150 versenyző indulhat összesen, egy háromnapos ilyen folyamatos verseny, és több fordulója van, mert hogy több köre van, uh-huh. mert hogy így, hát kb. Mint a VB, vagy OB, vagy és akkor úgy néz ki, hogy a legjobb 25 jut be a döntőbe. És akkor idén sajnos nem indultam, mert hogy pont a munkám miatt így nem tudtam nagyon oda menni, de hogy így már többször indultam ezen a versenyen, és azt hiszem 2 éve vagy 3 éve bejutottam a döntőbe, meg 2 éve is, de igen, szóval kétszer bejutottam a döntőbe. Azért az nagy szám, és akkor ez ilyen tök nagy dicsőség is kb., így a legjobb 25-ben benne vagy. Akkor majd erről, sőt, akkor most nézzük meg erről egy bejátszást. Ez a második, amiről most a bejátszást látjuk, ez a második országos Slam Poetry bajnokság döntője, ugye? Igen. Akkor lássuk. Az érzékelhető hiány is jelenlét. Ez a motto. Csukd be a szemed. Képzelj ide valakit. Én mondjuk téged. Hogy itt maradsz a trafóban, Budapesten, Magyarországon, és próbálsz mindentől elvonatkoztatni. Nem sorolom, hogy mi mindentől, és nem mondom ki a politika szót. Ennél többször. Mert ez még nem a világ vége, bár innen már látszik. Játszik velünk az Isten, de ne vedd túl komolyan. Ez nem barlang, csak alagút. Amolyan van fény, és reméljük más is lesz a végén fajta, és legalább van hol lakni. Már akinek újabban van hol lakni. Míg eljön a szép új világ, ale Anti Huxley. Csak húzd ki addig, vagy húzd ki magad minden felelősség alól. De ez nem búcsú, csak életcsúcsbú. Ez nem szakítás, csak ideiglenes külföldön lazítás, mert ez szemfényvesztés és parasztvakítás, de ez nem az ő kedvenc dala, hanem az enyém, amit neki kell utálnia mostantól, nem nekem. Ez a himnusz. És nem érdekel, meleg volt, aki írta. Szóval ez nem talajvesztés. Csak felszállás után egy pillanatig nem érzed a gravitációt. Ez nem halál, csak hipnotikus levitáció, ami levisz. De inkább szállj fel. Szállj ki, szállj be, szájaj, szállj el. De nem, az nem egy csizma. Az olaszországi nem fentről. Viszont ez nem az olasz zászló, csak a szín téveszt, meg túl sokat téveszt, mert szállj már inkább le. De nyugi, ez nem zuhanás. Csak még hátizsáknak hiszed az ejtőernyőt. Miközben a rejtőn felnőtt rejtvényfejtő szüleid figyelmeztetnek, hogy hegyezd a zab helyett inkább most már a füleid. Nem a rim kedvéért több eszám, hanem hogy a jobbat és a balt külön. Ne legyen ürölm a nehezen kiharcolt, alig működő örömben, mert ez még nem diktatúra, még van választás. De ez már nem vicc. Vagyis de. Ez egy vicc. Neves. Vagyis de. Ves és aras, és ha kell, tüntes el. Mert ez nem szabadság. De még van választás. Persze leléphetsz. Mert ez talán csak egy lépvessző. De inkább lépj fel, lepj el magaddal, vegyél néha komolyan, de ne vegyél azért el. Legalábbis ne sokat belőlem. Ne add el magad, maradj, mert ez nem nagy ügy, ez csak a fél élet. Én maradok csak azért is. Ha elmész a másik felem, valahogy majd csak feléled. Mert ez nem teljes tagadás, csak téged és engem választ el. Szóval inkább maradj. Nyisd ki a szemed. Nézd, ezek nem kérdések voltak, nekem mégis válasz kell. Nekem válasz kell.
Azt szeretném kérdezni, hogy ezeket a szövegeket utána mit csinálsz ezzel? Tehát ezt most egyszer elmondtad egy ilyen bajnokságon, nyilván a következő már nem ezt fogod mondani, mert egy másikat kell írni. Elrakod szépen otthon a fiókba, és akkor így gyűjtögeted, vagy ezeket aztán majd lehet, hogy ki lehet adni később? Mert nagyon érdekes szövegek, nagyon jók szerintem. Hát volt már ilyen, hogy kötetben rendeztek slam poetrit is, meg mondjuk én csináltam azt, hogy megjelentett, kicsit átírva megjelentettem, mint prózát kvázi, volt olyan szövegem, mert hogy a slamban az a tök jó, hogy tényleg nagyon-nagyon szabad, tehát hogy írhatsz egy szabad verset, írhatsz egy rendes ilyen kötött formájú verset, írhatsz egy prózát, írhatsz egy színdarabot kvázi, vagy bármit, tehát hogy így az a lényeg, hogy 3 percbe beleférjen, de néhányan még nem is tartják ezt az időkeretet sem. És hát igen, igazából így vagy berakom a fiókba, vagy pedig van olyan, amikor, mit tudom én, mondjuk meghívásos verseny van, vagy ilyen csak meghívásos előadások olyan emberekkel, tehát hogy tényleg akkor így, mit tudom én, meghívnak 5-ünket, vagy 10-ünket, vagy nem tudom, és akkor mondjuk van, amikor nem írunk új szöveget, vagy írunk egy újat, és akkor régieket is előadunk, tehát hogy így szoktak lenni ilyenek azért így nem csak egyszer használatosak, de nyilván az aktualitását azért így 1-2 év után elveszti az én életemben is, meg így a világpolitikában is. Tehát, hogy így. És egyébként tehát írni tanultam, értem, hogy oké, hogy magyar szakos voltál, de hát ott azért nem írni tanítanak, hanem tanulod, amit azzal kapcsolatban kell. De hát az íráshoz azért kell valamilyen fajta ilyen képzettség is, nem? Vagy, tehát úgy értem, hogy sok író elmegy ilyen tanfolyamokra, vagy nem tudom, és akkor ott azért elsajátítja, hogy kell. Vagy te csak magadtól. Hát úgy volt, hogy elkezdtem járni egy ilyen íróakadémiára, ahol igazából az volt, hogy kortárs író, mert ugye nyilván az egyetemen is tanultunk tök sokféle szerzőről, de hogy meg kortársakról is, de hogy így akartam, hogy így még jobban megismerni, hogy kik vannak így a palettán, és akkor volt egy ilyen egyéves képzés kvázi, amiben az első fél évben minden hétvégén más két aktuális, tehát kortárs íróval volt beszélgetés, és akkor meg ilyen előadás, elmondta, hogy mi az, amit kell csinálni, vagy így ő hogyan csinálja, hogyan nem csinálja, tehát hogy mik az ilyen trükkök, meg mi a, hát az arszpoetikája kvázi. És akkor a második fél évben meg 4 szerző közül lehetett választani, és akkor én még a Kukorelli Andrének a szemináriumára mentem el, és akkor ő tartott egyébként így külön is, tehát egyetől a szervezettől függetlenül is egy ilyen szemináriumot, és akkor arra elkezdtem járni, és akkor ott így megismerkedtem többek között Alér Edinával például, akinek ugye már több kötete is van. És akkor igazából így alakult egy is csak egy ilyen kis... kialakult a stílusod közben? Hát remélem, igen. Hát ez biztos. Egyrészt, másrészt meg így azt csináltuk igazából, ami nagyon-nagyon hasznos volt, hogy egymásnak küldtünk szövegeket folyamatosan. Tehát, hogyha kész lett egy szövegem, akkor mondjuk kicsit nyilván dolgoztam még rajta. Nem így, csak így kiírtam és átküldtem nekik, de hogy így kicsit átformáltam még, és akkor utána elküldtem így pár embernek, aki akkor aktuálisan fontos volt, vagy elmentem erre a szemináriumra, és felolvastuk a szövegeinket, és mondtunk hát ilyen tanácsokat kvázi, vagy hogy kiben mi csapódik le a szövegből, mert nyilván ez tök érdekes, hogy oké, hogy én mit akartam vele mondjuk mondani, de hogy az már senkit nem érdekel, amikor kikerült a kezemből. És hogy ezek ilyen tök érdekes tapasztalatok voltak, hogy én hiába gondolom azt, hogy úristen, ez a mondat most itt nagyon passzol, és így iszonyatosan megmondom ott a végén, amikor így mindenki azt mondja, hogy hát ez nagyon béna, hogy így ezt a végére még a csattanót ideírtad. Szóval ilyenek. És az írással van még valamilyen terved? Tehát most ezt ugye ezeket így írogatod, de hogy szeretnél esetleg ebben még tovább fejlődni, vagy még többet kihozni ebből? Tudom, hogy most van egy másféle munkád, meg minden, tehát hogyha ha engedni az időd, akkor... Igen. És milyen terved? Tehát, hogy mit szeretnél még kihozni ebből? Verseket írni, prózákat, novellákat, vagy... Aha, igen. Vagy ez még így nem... Igen. Nem, hát alapvetően most így, amit tervezek, mert nagyon-nagyon régóta, hogy van egy kb. Fél vagy 3-4 kötetnyi ilyen rövid prózám, amik igazából, mivel az életemnek egy bizonyos szakaszában írtam őket, ezért nagyon, tehát meg így egy csomót úgy is írtam, hogy így összefüggjenek valamennyire, tehát hogy abból simán lehetne csinálni egy kötetet, csak kb. Évek óta ez így halasztódik, mert mindig van valami, ami fontosabb, a barátok, vagy a munka, vagy a szerelem, vagy a család, vagy a tehát, hogy így kb. Ez mindig az utolsó helyre kerül. De végülis nem baj, mert addig legalább gyűjtögetett, tehát még raksz hozzá igen, egy párat, igen, és igen, akkor egyszer majd csak kiadod, nem? Igen, meg egyébként csináltunk olyat például, hogy a pont Tali Redinával egy ilyen
előadást csináltunk közösen a szövegeinkből, tehát hogy ugye egy csomószor nyilván óhatatlanul is, hogyha bizonyos emberekkel jobban vagy, meg nem tudom, akkor így hasonlít, vagy pont, hogy ellenkező dolgokról írtuk, de hogy így valahogy így összepasszoltak, így azt vettük észre, és akkor csináltunk egy előadást, és ezt majd most fel fogjuk újítani. Úgyhogy például egy ilyen terv van így januárra. Ja, meg láttam, hogy még olyat is csináltál, vagy nem tudom, hogy ezt még csinálod-e, hogy ez a vacsora egybekötve, hogy is nevezett ezt, hogy milyen vacsora? Öko vacsora. Az volt egy ilyen kávézó, egy ilyen... Ezt ők csinálták ezt a sorozatot, tehát hogy volt egy ilyen szlemmerekkel vacsora, mert nem emlékszem pontosan mi volt a neve, de igen, valamilyen de igen ott igazából az volt a koncepció, ez nem az én koncepcióm volt, hanem azt ők találták ki, hogy van egy szlemmer, és az ő általa kedvelt ételeket megcsinálják ilyen bio módon, és az ő szövegeivel találkozhatnak azok az emberek, tehát hogy vacsora is, szlempoltré, igen. De jó. Úgyhogy ezen volt, hogy minden hónapban, vagy minden két hónapban más szlemmert hívtak meg, és az egyik volt, amelyen... Értem, csak az egyik te voltál, ezt láttam. Még ez jó ötlet, ezt csinálhatnád amúgy, tehát hogy egy önálló, ami a saját, csak a sajátod. Na, szóval ott tartottunk, hogy te így adni szeretnél valamit a világnak, vagy segíteni, vagy ilyesmi, és igazából ennek már köze van hozzá, mert az, hogy kiállsz a színpadra, és egy olyan szöveget elolvasol, ami másokat inspirál, meg elgondolkodtat, ezzel már adsz. De akkor úgy látszik, ez neked nem volt elég, mert akkor csatlakoztál még ehhez a Hősök tere projekthez is. És akkor ez most, akkor ez hogy nézett ki, és ott mit csináltál? Hát ez úgy van, hogy nekem a szlem azért is fontos, egyrészt nyilván így a saját lelki világomat így kiadhatom, vagy így nem tudom, nekem ez így fontos, hogy megosztam másokkal a gondolataimat, hogyha éppen vannak. És hogy egyébként viszont a slam poetry arra is tök jó, hogy ugye nagyon aktuális, és emiatt így nagyon sok ilyen társadalmi ügybe bele lehet állni ezzel. Hát azért mégis akkor apukád... Igen, tehát ugye én a civil vonalról jövök inkább, én abban hiszek jobban, nem a politikában. Vagy legalábbis én nem értek hozzá. És azt gondolom, hogy igen, hogy ilyen alulról építkező szervezetek meg tök jól tudnak működni, meg azokban így az emberek is tök jól tudnak működni. És, vagy legalábbis én. És akkor így egy csomó ilyen civil ügy mellé így ki szoktak állni, több szlemmer, nem csak én, de hogy én erre például szoktam így kvázi használni ezt a műfajt, mert ugye nagyon népszerű, ezért sokan elmennek egy ilyen eseményre, de hogy ugye ott meg már kapnak is akár valamit, ami annyi, hogy most így egy szöveget elmond a saját magadról. És akkor így jött a Hősök tere kezdeményezés egyébként, hogy ők azzal kerestek meg, hogy hallották, hogy ugye szlemmelek, és hogy tudnék esetleg volt egy nagy fesztiváljuk, és hogy azon slam poetryt szervezni. És akkor mondtam, hogy persze, ez iszonyú jó ötlet, és így nagyon-nagyon... Pont erre váltál, hogy ilyen. Igen. És akkor így össze is szerveztük, és tényleg tök jó, nagyon-nagyon jól sikerült. Az a slam poetry esemény, és meg maga az egész fesztivál is, meg az egész Hősök tere kezdeményezésnek az a része, ezt én nagyon szerettem. És aztán abban a Hősök teréből én kiszálltam, viszont ott találkoztam a mostani, tehát ugye a mostani cégemnek a tulajdonosával. Uh-huh. Úgyhogy így végül is így gördült tovább az életem ennek kapcsán. Mert ugye még a Hősök tere alatt felmondtam a multi cégnél, mert úgy gondoltam, hogy nem várom ki azt a 15 évet. Mindenki mondta, hogy jaj, hát ő már 15 éve, meg 20 éve multiknál van, és hogy így... És az miért jó? Hát nem jó, és hogy most így szeretne már nagyon váltani, de hogy még így gondolkodik rá. Te gondoltad, te meg nem várod meg azt a 15 évet. Igen, és hogy így nem volt gyerekem, meg kötelezettségem, meg kvázi, tehát hogy így nem volt ez, valakit el kell tartanom magamon kívül, és akkor igen. Így. És akkor ebből jött aztán tehát az a cég, ahol most dolgozol, ami a Paint Cocktail, tudom, hogy a cégnek amúgy mi a neve. Paintcocktail.com Kft. Akkor igen, tehát a Paint Cocktailnál. Akkor légy szíves, erről mesélj, ez nagyon szuper dolog, és hát ez is arról szól, ugye, hogy másoknak segítesz, illetve adsz meg, stb. Hát kvázi, igen, kicsit áttételesebb, de hogy ez úgy néz ki, hogy az a neve, hogy Paint Cocktail, tehát hogy festés és koktélozás, és akkor ebből mi az eszköztárat adjuk a festéshez, meg a szórakozáshoz. Tehát, hogy ez egy olyan program, ami egy 2 órás kikapcsolódás igazából, és bármilyen előképzettség nélkül bárki eljöhet, és az adott estén egy előre megadott képet tud lefesteni egy instruktornak a segítségével. És mivel ezeket az eseményeket nem egy műteremben, tehát hogy nem egy ilyen steril környezetben, hanem egy bárban, vagy szórakozó helyen, vagy étteremben tartjuk, tehát hogy olyan helyen, ahol egyébként is szoktál szórakozni, vagy kikapcsolódni, ezért már eleve megvan ez a hangulat,
és akkor ott tudsz rendelni magadnak, amit egyébként is szoktál, tehát hogy így, így ez a feeling ez megmarad, csak közben nem az van, hogy már 28-szor is még beülsz a haverokkal valahova, hanem így valamit alkotsz is, és így azt vettem észre magamon is egyébként, hogy így tökre így fontos az, hogy mit tudom én, így megfogjál valamit, így nem tudom, így végre, és ne csak a virtuális térben legyél folyamatosan, és hogy, meg hogy így tényleg így az alkotás az embereknek az ilyen nagyon-nagyon eszenciális vele, tehát hogy így nagyon-nagyon fontos, és ez elég hogy keveset tudnak. Igen, mindenki csak dolgozik, tehát, hogy... és akkor aztán elmegy szórakozni, de akkor legalább itt kicsit kiélheti ezt a kreativitását. Igen, és akkor itt az úgy néz ki, hogy most megmutatom, amit jó, hoztam. Jó, légy szíves, mutass meg egy képet. Ez például a Monet-nak egy festménye, Argentői látképe az a címe. És ezt kifestette? Ezt az unokaöcsém festette. Aki hány éves egyébként? 22. És akkor, tehát, és akkor itt van egy másik mellettem, egyébként ezt meg hadd mutassam meg én, ez ugyanaz a festmény. Igen, ez pedig a húgom csinálta. Ez pedig a te húgod csinálta. És lehet, hogy fordítva? Na mindegy, az a lényeg, hogy igen, az egyiket a másikat a másikat festette. Gyakorlatilag tényleg szinte ugyanúgy néznek ki ezek a képek, tehát ez bizonyítja azt azért, hogy akkor ez bárki meg tudja festeni ezt a képet. Igen, úgy néz ki, hogy igazából tök hasonló képet tudsz csinálni, mint ami az eredeti, de hogy mégiscsak bele tudod vinni saját magadat. Tehát mondjuk így azt mondjuk, hogy nyugodtan festeted a vizet zöldre is, vagy nem tudom, pirosra, vagy bármi. Tehát, hogy ez a lényege a programnak, hogy odajössz, és adunk egy biztonságos közeget, ahol tényleg így a festéssel kapcsolatos minden kérdésedre kb., hogyha szeretnéd, akkor tudunk válaszolni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy valami olyat csinálj, amit nem szoktál, egy olyan dolgban próbáld ki magad, amiben nem szoktad, ezáltal nyilván megtapasztalt, hogy olyanokat, tehát hogy nem csak a festést próbálhatod ki, hanem így bármiben, amiben nem vagy jó, mondjuk nem tudom, nem tudsz tökéletesen angolul, de és ezért nem is szoktál megszólalni, mondjuk. De hogy nem ez nagyon... Nem tudsz festeni, ezért festeni se szoktál. Ezért elég sok emberben így benne vannak ilyen gátlások, és hogy itt tényleg valami olyat akarunk mutatni, amit tényleg soha nem szoktál csinálni, vagy így aki nem művész, az így nem szokott festegetni, így otthon. Pláne ilyen normális vászonra, normális festékkel, akrilfestékkel. És akkor azáltal, hogy ott meg itt megcsinálod, azáltal itt megtapasztalod, hogy hát akkor lehet, hogy így más dolgokat is, amiket nem gondoltam volna magamról. Legalábbis ez a célunk. Így az igen, egy, tehát önbizalmat is. Igen, de mondjuk, hogyha ez a mögöttes cél feltétlenül nem teljesül, akkor is egy tök jó estét volt, és egy tök jó képet viszel haza, oda tudod adni ajándékba is akár. Tehát, hogy de tényleg elmennek olyanok is, aki azt gondolja magára, hogy nagyon, én tényleg egyáltalán nem tudok festeni, de el szoktak menni olyanok, aki tényleg egyáltalán nem bízik magam? Aha, vagy nagyon-nagyon sokan. Aha. Ilyenek, tehát mondjuk, mit tudom én, 100 emberben mondjuk, nem tudom, 85 kb. Olyan, aki soha nem festett, és nagyon-nagyon fél, és azt gondolja, hogy nagyon béna, és soha nem is fog sikerülni. És hát például egyébként a húgom is, meg az unokaöcsém, tehát hogy így ők, akik ezt csinálták, ők is ilyenek voltak, hogy így, jó, hát így most így elmegyünk, de hát úgyis béna lesz, és úgyis izé. És így megfestik keményét. És akkor így tök jól látni, mert ugye a festésben az a tök nehéz, hogy kitalálni, hogy mi a koncepció, amit ugye megadunk, mert hogy egy előre kiválasztott festmény van, meg kitalálni azt, hogy azt a koncepciót, azt hogyan érvényesítsd a vászlon, tehát hogy hogyan következik a szint, mi után következik, milyen, nem tudom, melyik ecsetet használd, egyáltalán milyen vászlat vegyél, és hogy mi mindent odaadunk ebből a csomagból. Ja. Itt vannak egyébként az ecsetek. Igen, és akkor szép, adunk három ecsetet, és... Ez a három ecsettel lehet megfestni egy ilyen festmény? Igen. Jaj, de szép. És akkor így nincs az, hogy neked kell így bármint így nagyon agyalni, és ezáltal így jobban tudsz itt szárnyalni is. Tehát egy ilyen útmutatást kapsz, hogy mit, hogy, mit. És egyébként, aki elmegy egy ilyenre, az utána, tehát hogyha mondjuk otthon neki áll festegetni, és már valahogy jobban áll, jobban hozzá tud állni, vagy nagyobb önbizalommal kezd. Hát igen, én azt szoktam mondani egyébként, hogy ez olyan, mintha így főznénk emberekkel, de hogy nem mondod meg, hogy most mi a répa, meg mi a hagyma, hanem csak azt mondod, hogy ezzel a késsel vágsz föl így, megmutatod, és akkor meg tudja csinálni, bele tudja rakni a fazékba, de hogy így utána most nem feltétlenül tudja a következő receptet kitalálni, hogy akkor most ezt hogyan kell megcsinálni, viszont jobban bele már vágni, mert rájön, hogy úristen, már egyszer csináltam ilyet, akkor így lehet, hogy nem tudom, hogyha utána nézek kicsit a neten, vagy mit tudom én, akkor így bele igen, tudok vágni. Tehát, hogy és ez milyen... az önbizalmat adja, igen, szerintem. Igen. És ez milyen rendszerességgel van ez a vacsorát, mondtam, majdnem koktélozás, inkább festős koktélozás. Hát ilyen 2-3 alkalommal van hetente. Ilyen nyilvános események vannak meghirdetve. Holnapunkon lehet jelentkezni rá,
és ott így meg vannak hirdetve nyilvános az események, és akkor ezen kívül meg vannak csapatépítő programok is, tehát hogy ilyen megkeresettem mondjuk, hogy eljönnél a, nem tudom, társulatoddal, vagy a kollégáiddal, vagy a családoddal ja, festeni. Jó. Mondjuk most vasárnap például lesz pont egy ilyen szülinapi paint cocktail, amit valaki az anyukájának szervezett ilyen meglepetésből, és de akkor jó. Ott lesznek 10, de voltak már ilyen 30-40-en is, tehát hogy így abszolút így nem sokan lehet. De jó. Jönni, úgyhogy így ezek is, hát nyilván van a heti 2-3 ilyen nyilvánosan meghirdetett program, amire bárki jöhet, és különböző emberek jelentkeznek, tehát hogy még 15 idegen is jelentkezhet akár különböző helyekről, és akkor vannak ezek még a pluszban, tehát hogy így azért elég sok van így hetente, ilyen 4-5-6. És vannak program. Ilyen visszajárók? Tehát, hogy már ott mondjuk ismerik is egymást, mert már többször találkoztak, meg igen, ott, hogy így kialakul egy ilyen kis csapat, nem? Hát így annyira egyébként nem olyan szinten nem alakul ki csapat, hogy most akkor tényleg így valaki minden alkalomra eljön minden héten, de olyan volt, hogy mit tudom én, így 1-2 hónappal később pont ugyanarra az alkalomra jött el pont az a két ember, akik egyébként egyedül jöttek el, és nagyon tetszett nekik, és akkor egymás mellé kerültek megint, tehát hogy így azért egy csomóan visszajárnak. Ami egyébként mi meglepődtünk, mert hogy így tök jó, hogy egyszer ilyen nagy élmény, de hogy így nem gondoltuk volna. De hát igen, egyébként abszolút, tehát nyilván így minél több képed van, így annál jobb. És akkor most ezekkel a tevékenységekkel így kielégítetted a világnak való adni vágyásodat? Vagy még van esetleg valamilyen terved, vágyad, hát óhajod? Van egyébként, most pont tegnap volt egy ilyen találkozunk, barátaimmal tervezünk. Igazából ilyen volt hősök terések, vagy onnan ismerem őket. Úgyhogy vannak tervek, de hát ez jó, így még nem alakult ki teljesen, de igen, van abszolút. Biztos az is valami nagyon érdekes lesz, úgyhogy majd szeretném, hogyha tájékoztatnál, hogy mi ez, hogyha kialakult. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Köszönöm. Legyen szép napjuk.